Exposure potential. But hydrogén chloridot, gázfejlesztő készülékben állítom elő, konyhasót tettünk a lombik alsó részébe, és több mint 96%-os kénysavat a lombik töltsége részébe. Mivel az előállított hidrogén chlorid gáz veszélyes, a gáz előállítását a fülke ott végzünk el. A hidrogén chlorid gázt egy talpas lombiba fogjuk fel úgy, hogy az üvegcsővel a gázt a lombiba vezetjük, és a lombik szája félig felfelé néz, mivel a hidrogén chlorid gáz poláris tömegen nagyobb a levegőnél, így a gáz nagyobb sűrűségű, és a hidrogén chlorid lefelé szállta. Állítsuk elő akkor a gázt. Átteszem a fejlesztő készüléket a fülke alá. Jól látható, hogy ilyen fehér színű hab képződik, ami a keletkező hidrogén chlorid gáz következménye. Lehúzom a fülkét, és egy kicsit várunk. Végig leszorítva a víz alá helyezem a lombik száját, és most nyitom ki a nyílást. Az jól látható, hogy a víz szőlőgúgyszerűre hatolt a lombikba, azért, mert néhány csepp vízben a hidrogén chlorid molekulák feloldódtak, és így a lezárt lombikba lecsökkent a nyomás. Amikor kinyitottam a lombik száját, akkor a nagyobb külső légnyomás szűkőgúszeren bepréselte a vizet a lombikba. Az látható, hogy az oldalnak megváltozott a színe. Igaz, a piros feloldódás víz elszíntelnek, ami arra utal, hogy a keletkezett oldalt savas kémhatás, sósabb adatot